Még mielőtt srácok legyen belevágnánk a videóban, nagyon szépen köszönöm a csatorna tagoknak, hogy támogatják a videót. Tényleg nagyon sokat segítetek ezzel, hogy tudjak tartalmat gyártani nektek és tudják streamelni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az itt felsorolt csatorna tagoknak a támogatást. Ha pedig ti szeretitek csatorna tagságot vásárolni, megtaláljátok a linket a leírásba, és nem felejtsétek el, ha csatorna vásároltak, és össze van ködve a Youtube-a discord és feljöttök a szerveremre, kaptok csatorna rangot a Discord szerverem. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogatásokat, és akkor folytassuk is a videót. Sziasztok srácok, lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennék egy újabb a Once videóban, amit tudom szokatlan, főleg, hogy kiraktam egy posztot, hogy nem fogok Vanszhumanes tartalmakat gyártani, mert jelenleg nem játszom aktívan, a játék, ugye ez annak köszönhető, hogy a harc igazán átverve éreztem magam, és az, hogy folyamatosan jönnek a. sőt, tudjátok, hogy ezt egy külön videóban elmagyarázom. Megyek, hogy kitettem egy posztot, ezt ide be is vágom nektek a videóból, részletesen elmagyaráztam azt, hogy miért nem lesznek tartalmak a Vanszhumanből egyelőre. Tehát ez nem egy végleges dolog tervezek majd van es tartalmakat csinálni, hogyha a játék olyan irányba megy, amilyen, irányba én szeretném, vagy legalábbis jó lenne, hogyha menne. De most akkor térjünk is át arra, hogy ugye sokan kérdeztétek, és tudom, hogy sokan szeretnétek játszani a mobilon, úgy, hogy a mobilon, úgyhogy a Man-nek a mobil verziója az el fog indulni szeptember 19-én PDT, ezt pontosan nem tudom, hogy mit jelent, ha ez egy másik időzóna, lesz, ugye a videóban kifogom nektek írni, hogy ez magyar időzónában mit jelent. Itt ugye azt is leírják, hogy neked ehhez ö, szükséged van egy hozzáférésre, illetve le tudjuk tölteni a PC test verzióját majd a weboldalról. Itt pedig ugye részletesen kitérnek arra, hogy which type of cross-platform gameplay does this support, this test support cross-platform gameplay between mobile version, Android iOS and PC version, tehát let tudod ezt tesztelni Androidon, iOS-en, illetve PC verzión is. Oké, okay, és uh, Can I use the correct PC version from the official website's uh, Steam or Epic Direct technical? Tehát ugye leírják azt, hogy tudod-e használni a jelenlegi PC, tehát számítógépes verziót, majd telefonon ugye, ami most jelenleg kint van Steam-en, kint van Epic Games-en, stb. ugye, amivel én is játszottam, és ti is játszatok, ugye a többségetek. Itt ugye leírják, hogy nem, mert ez jelenleg egy teszt, vagy hát nagyon kezdetleges verzióban van, és hogy szükséges hozzá tesztelés. How egy I dedicated PC test version for a technical test? Tehát hogyan tudok, hogyan tudom ezt számítógépen ezt a verziót letesztelni? És itt leírták, hogy meg tudod nézni az eredeti weboldalon, és itt van hozzá a link. Ez pedig ugye szeptember 19-én, 20 óra, 2000 től élhetjük el. Ez a PDT pontosan nem tudom, én mondom, hogyha a videóban esetleg ez más időzónát jelent, azt ki fogom írni, és itt le tudjátok tölteni majd ezt a teszt verziót. Exclusive page in the loading bait tablet, a dedicated event, lesz egy külön oldal, elvileg volt, ezt lehet ott tölteni majd a weboldalon. Which platform accounts can be used from cross-platform gameplay? Tehát milyen hasz, lesznek használhatóak majd a cross-platformos játékmenethez. After successfully obtaining the OneStreetMan test version, tehát miután sikeresen megszerezted a OneStreetMan-nek a test verzióját, mert az can achieve cross-platform gameplay by logging in with the same platform account as their registered mobile character. Tehát ugyanazzal a platformmal kell belépned, mint a regisztrált mobilos karaktered. Tehát, hogyha mondjuk mobilon gondolom belépsz Google-lel, akkor neked itt is Google-lel kell belépni. Ha mobilon beléptél Facebook-kal, akkor Facebook-kal kell belépni. Ezt pontosan nem tudom, hogy mivel lehet ellenkezni. The currently supported cross-platform login platforms include... Ja, és, és itt le is írja, igen, amit pont az előbb mondtam, hogy Google, Apple, Twitter, Discord, Line, and Email. Na most a Twitterről annyit, hogy én azt egyébként mai napig nem tudom használni számítógépen. Hogyha esetleg valaki erre tud, bármilyen megoldást az írja le a szekcióba, De telefonon például tudom a Twitter gépen, sajnos nem. Tehát röviden, tömören ez az egyik újítás, a másik újítás pedig az, hogy kaptunk egy ö, sneak peek-et a Battle Pass-ba, illetve a következő ládába. Tehát a Battle Pass az így néz ki jelenleg itt is van, tehát ezt nekünk Red beküldte a Discord szerver, úgyhogy innen is pacsi neki, Red beküldte, hogy több mint valószínű, ez egy leak, az, hogy ez hivatalos forrása, vagy nem, azt nem tudom megállapítani, de a lényeg az, hogy valószínű, és valószínűleg ez lesz benne a Battle Pass, ezt ne vegyétek készpénznek, de erre azért lehet már számítani, hogy ilyesmi, ilyesmi lesz a Battle pass Illetve akkor térjünk is át a ládára, ugye kapti fogunk egy Freezing Mist nevezetű ládát, Ugye tudjátok, hogy én nagyon elítélem a ládánítást a játékba, de hát kapni fogunk, úgyhogy aki esetleg szereti vagy örül neki, az itt ö, egy új ládát fog kapni. Erről sajnos nincs líkem, tehát erről nem kaptam semmiféle líket, like de bármilyen új információtok van, mindenféleképpen írjátok le a komment szekcióba. Ugye itt ezt én elolvastam, itt, ha jól értelmezem, nincs szó az új szerverekről. Tehát a szeptemberi szerverről jelenleg semmiféle információ nincs továbbra sem, hogy mikor indul, azt nagyjából tudjuk, hogy mi lesz benne, de hogy mikor indul, azt nem tudjuk, pedig már itt van szeptember 10-e, ami azért aggodalomra adhat okot, hogy a szeptemberi sz ö, szerver már szeptember 10-én még nem indult el, illetve ugye az is aggodalomra adhat okot, hogy a harc serveren lévő játékosok, mint köztük én, ugye nagyon sokan abba a játékot, mert unalmas a harc szerver, ugyanaz a content, stb. A lényeg az, hogy nem kaptunk információt arról, hogy mi a harc serveren lévő játékosok, ami mint ugye mindenki tudja, ez nagyon egyértelmű, ez egy töltelékszerver, tehát aki azt hiszi, hogy a harc szerverek azok tényleg új szerverek, tényleg új kontenttel, ez egy töltelékszerver, ez valószínűleg azért lett megcsinálva így, mert nem tudtak elkészülni a szeptemberi szerverrel, és hogy addig is játszanak valahol valamivel a játékosok, és ez mi sem bizonyítja jobban, mint szeptember 10-én, még mindig nincsen szeptemberi szerver, úgyhogy arról sincsen én hogy a harc lévő játékosok át tudnak-e menni majd az új szeptemberi szerverre, ha jelenleg ezek az infók, srácok, lányok a játékkal a kapcsolatban, streameket nem nagyon várjatok, néha-néha belépegetek a játékban, nézegetem a klántagokat, ha úgy van, akkor lehet kérdezni, válaszolgatok. Játszani aktívan már nem játszok sajnos a játéka, pont azért, mert csalódtam nagyon ebben a harcszerveres témában, csalódtam a fejlesztőkben, de erről majd lesz egy videó, hogy pontosan miért hagytam abba, miért nem játszok már olyan aktívan, mik a problémáim, mink változtatni, de jelenleg ennyit, tehát érkezik mobíra. a van simán? tudjátok majd tesztelni, illetve tudjátok majd tesztelni számlőgépen is ezt a teszt verziót, illetőlegesen érkezik egy új Battle Pass, illetve egy új láda. Reméljük, hogy így dolgoznak egyébként az új szeptemberi szerveren is. Úgyhogy srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, többjetek egy lájkot, iratkozzatok fel, és hogyha bármi kérdésetek van, nyugodtan írjátok le a komment szekcióba, vagy hogyha bármi új infoval kapcsolatban tudtok mondani dolgokat, amit ténylegesen hivatalosan tudtok bizonyítani, vagy esetleg vannak linkjeitek, akkor mindenféleképpen gyertek fel a Discord szerveremre, vagy írjátok le kommentbe. Úgyhogy találkozunk a következő videóban, amint lesz valami érdemes info. Addig is, sziasztok!